Eseménydús, különleges évet tudhat maga mögött a József Attila Művelődési és Konferencia Központ. Az intézmény 2016-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, így az elmúlt esztendő szinte valamennyi pillanata a jubileumhoz kötődött, méltó módon emlékezve az elmúlt fél évszázadra. Mi egyértelműen arra törekedtünk, hogy méltó legyen az 5 évtized, de hát azt azoknak kell megítélni, akik részt vettek az eseményeken, de hát nagyon jók a visszajelzések, és hát egy nagyon komoly városi összefogás mutatkozott itt a József Attila Művelődési Központ 5 évtizedével kapcsolatban. Akiket megszólítottunk, innen elszármazott művészeket boldogan jöttek haza, azok a közösségek, akiknek mi napjainkban is segítséget adunk és helyet adunk, illetve akik az elmúlt 5 évtizedben itt voltak, nagyon szívesen részt vettek az eseményeinken, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az 5 évtized azért nagyon komoly nyomot hagyott a Salgótarján lakóinak, közösségeinek életében, és hát az a rendezvénysorozat, amit mi összeállítottunk, nagyon jól mutatja, hogy milyen színes és mennyire szertágazó volt az az 5 évtized, ami ehhez az intézményhez kötődik. Nagyon sok eseményünk volt, úgyhogy megpróbálok csemegézni. Ugye ez év január 27-én a Városán Nyilvánítás ünnepének a napján indult tulajdonképpen az emlékévünk. Azt azért tudni kell, hogy a ház születésnapja az április 4-e, 1966-ban ezen a napon adták át hivatalosan a József Attila Művelődési Központot, de mi úgy gondoltuk, hogy az egész év legyen egy ünnepi év, úgyhogy az 50 év jubileumi éve az január 27-én indult. Talán az egyik legmeghatóbb esemény volt, meghívtuk az 5 évtizedben itt dolgozó munkatársakat, azokat a személyeket, akik még az élők között vannak, volt igazgatókat, és így tartottunk egy nagyon szép díszünnepét, illetve utána baráti találkozót, ami nyugodtan mondhatom, hogy aki csak itt volt, mindenkinek úgy fejeződött be, hogy könnyek voltak a szemében, hiszen nagyon-nagyon sokak évtizedek óta nem találkoztak egymással. Aztán április 4-éről már szóltam, akkor elhelyeztünk a város főterén egy időkapszulát, üzentünk a jövőnek, leírtuk és beleraktuk ebbe a kapszulába mindazt, amit az 5 évtized alatt ez a József Attila Művelődési Központ a városnak adott, és hát üzentünk is a jövőnek, azt fejeztük ki, hogy bízunk benne, hogy az utánunk következő generáció is majd méltó lesz az elődöknek a tevékenységéhez. És ezen a napon volt egy szintén nagyon jeles esemény, amikor a Salgótarjánból elszármazott művészeket hívtuk meg fellépni. Mindenki olyan volt, akinek az életében a József Attila Művelődési Központ valamilyen nagyon fontos szerepet töltött be. Itt lépett fel először a színpadon, a József Attila Művelődési Központ által szervezett rendezvényeken vett részt. Itt ismerkedett meg például a zenéléssel, de itt lépett először színpadra, mint színész. Úgyhogy nagyon-nagyon sok értékes Salgótarjánból elszármazott művészt tudtunk ide hívni. Ez is egy nagyon fontos esemény volt. Aztán ugyanebben a sorba tartozik az a sok-sok kiállítás, amit a különböző művészeti ágaknak megfelelően a fotóművészettől a képzőművészeten át a plakátokig megjelent itt az 5 évtized munkásságát felkarolva. Úgyhogy nagyon sok-sok-sok színes esemény volt. Azt mindenféleképpen megtapasztaltuk, hogy ez az intézmény, a József Attila Művelődési Központ nem csak Salgótarjánnak, és nem csak a térségnek, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy az országnak is az egyik meghatározó közművelődési intézménye. Szerveztünk egy országos konferenciát, ahol rengeteg kolléga érkezett az ország különböző pontjáról, több mint 70-en voltunk a konferencián, tényleg rengeteg társintézmény itt volt. Ez is mutatja, hogy a József Attila Művelődési Központ
Központ nem csak itt helyben volt meghatározó, hanem országos hírű intézménye lett Magyarországnak. Amit még megtanultunk, és szeretnénk mindenféleképpen a jövőben ebből építkezni, hogy ahogy szokták volt mondani, a kultúra az várost épít, és ha a kultúrának a fellegvára a József Attila Művelődési Központ, nos ennek az intézménynek az 5 évtizedes tevékenysége nagyon jelentős nyomot hagyott a város kulturális életében, hiszen 26 olyan civil szervezet van, ami tulajdonképpen mindennapjait a mi segítségünkkel éli. Vannak olyan civil szervezetek, akik már a kezdetektől itt vannak a körünkben, gondolom, én itt például a fotóklubra, aki még régebbtől is működik, mint maga ez az intézmény, de gondolhatok a Salgótányi Szimfonikus Zenekarra, aki 45 éve tevékenykedik, és hát innen indult a munkássága, és még sok-sok olyan kórus van, aki szintén itt kezdte, úgyhogy nagyon komoly kultúra formáló volt az elmúlt évtizedekben a József Attila Művelődési Központ. És hát nekünk az üzenet mindenféleképpen az, hogy akik ide eljöttek hozzánk, gratuláltak, és arra buzdítottak bennünket, hogy csak így tovább. Magyar Kultúra Napján, mint mondtam, a kollégákat hívtuk el találkozóra, volt igazgatókat, volt munkatársakat, és hát azokat is meghívtuk a Semfest keretében, akik meg az elmúlt évtizedekben innen erről a színpadról indultak. A névsor egyébként parádés, hiszen hogyha fotóra nézünk, akkor ott lehet látni Alapi Istvánt, Pándi Piroskát, Szolnoki Petit, Pindrop Csabit, tehát sok-sok olyan kiváló művészt, akik innen indultak Salgótarjánból, és ami nagyon fontos, mai napig büszkék arra, hogy ők Salgótarjánból indultak, hogy ők salgótarjáni gyökerekkel bírnak. 2016 meghatározó eseményei a fényképeken, a vitrinekben pedig múlt és jelen értékei. Ezzel a kiállítással zárult a Művelődési Központban a jubileumi emlékév. Ez a kiállítás tulajdonképpen a jubileumi év zárása, és úgy gondoltuk, hogy ebből az alkalomból a város lakosait is bevonjuk ebbe a megemlékezésbe. Úgyhogy olyan tárgyakat lehet látni itt a kiállítás során, ami tulajdonképpen a legtöbb nem József Attila Művelődési Központból, hanem a különböző itt élő lakosoktól került ide. Semmi más nem volt a cél, mint hogy akinek van valamilyen emléke, van valamilyen relikviája a József Attila Művelődési Központtal kapcsolatban, az hozza be, és akkor mutassuk meg a nagy közönségnek. És ehhez a kiállításhoz kapcsolódik még egy fotó sorozat is, ami pedig a jubileumi évnek a legfontosabb eseményeit mutatja be, természetesen egy fotós szemszögéből. Ezt január 27-ig tervezzük, hiszen akkor zárul majd tulajdonképpen az az év, ami ez év január 27-én indult, és hát nagy örömünkre 50 éves volt a József Attila Művelődési Központ ebben az évben, és hát január 27-én indul egy új emlékév, ami meg majd a város Salgótarján városán nyilvánításának 95. évfordulója lesz. Természetesen mi már erre készülünk, és hát bízunk benne, hogy ahogy a József Attila 5 évtizede nagyon szépen megjelent a különböző eseményeken, programokon, így lesz ez majd a város 95 évével is. A városlakók relikviái mellett kiállításra kerültek az 50 éves intézmény múltjához köthető legfontosabb emlékek, valamint a legrangosabb elismerések. Kinyitjuk most ezt a tárlót. Ebben két olyan díj van, amire a József Attila Művelődési Központ közössége nagyon-nagyon büszke. Azt mutatom, amit tulajdonképpen az emlékévben vehettünk át. Ez nem más, mint a Balassi Bálint megyei könyvtár által alapított Balassi díj, és ezt a kulturális tevékenységért díjat vehette át a József Attila Művelődési Központ közössége ebben az évben. Ez egy nagyon-nagyon megtisztelő, hiszen egy olyan közművelődési intézmény partnerünktől kaptuk ezt az elismerést,
aki szintén rengeteget tesz azért, hogy a város élhető és igazi városi lét legyen itt Csalgótarjánban, úgyhogy ez mindenféleképpen ez egy nagyon-nagyon komoly elismerés, erre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Mennyire jó egyébként a kapcsolat a városi hasonló intézményekkel, akár a könyvtárral? Azt kell mondanom, hogy az elmúlt 5 évben, amióta én vezetem ezt az intézményt, és hát magát egy nagy gazdasági társaságot, arra törekedtünk, hogy azok az intézmények, amelyek a város életében meghatározóak, legyen ez közművelődési, közgyűjteményi intézmény, tehát a Balassi Bálint megyei könyvtár, vagy Dornyai Béla múzeum, nagyon jó legyen a kapcsolat, de természetesen törekszünk arra, hogy azok a civil közösségek, egyesületek, akik meghatározók a város kulturális életében, szintén szorosan tudjunk együttműködni, gondolok én itt a Nógrád Táncegyüttesre, vagy épp a Városi Szimfonikus Zenekarra, de nagyon jó a kapcsolatunk az intézményekkel. Tehát egy olyan közművelődési intézmény, mint a József Attila Művelődési Központ, akkor követné el a legnagyobb hibát, hogyha bezárkózna, és úgy gondolná, hogy itt ebben az elefántcsont toronyban mi majd mindent tudunk a kultúráról, a közművelődésről, a közösségi létről, és az összes többi, aki ezen a pályán mozog, az majd csak utánunk kulloghat. Nem, nekünk közösen kell tevékenykedni, mert a cél teljesen egyértelmű, csak mindenki más irányból közelíti meg. Van még itt egy másik nagyon szép elismerés, arról mit kell tudnunk? Ezt visszahelyezzük. Hát a másik díj az pedig tulajdonképpen magáért beszél, hiszen van a József Attila Művelődési Központ életében egy olyan esemény, amely nyugodtan mondhatjuk, hogy már nem csak országos, hanem nemzetközi hírű, ez a Dixieland Fesztivál, a Salgótarján Nemzetközi Dixieland Fesztivál, és ezt a díjat, a Pro Urbe díjat adományozta az önkormányzat annak az alkotó közösségnek, aki tulajdonképpen ezt a Salgótarján Nemzetközi Dixieland Fesztivált szervezi. Ugye 33. alkalommal rendeztük meg idén a Dixieland Fesztivált. Természetesen szeretnénk folytatni. Lehet, hogy lesznek apró finomítások, finom hangulás, hiszen a 3 évtized alatt nagyon sok minden történt és változott ebben a zenei műfajban is, de hogy szeretnénk ezt a fesztivált továbbvinni, az teljesen természetes. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép elismerés ennek a fesztiválnak és magának a szervező alkotó közösségnek. De amikor beszélgettünk arról, hogy mire vagyunk mi a legbüszkébbek, ezek kézzelfogható, nagyon szép díjak, és büszkék is vagyunk rá, de talán arra vagyunk a legbüszkébbek, amikor a rendezvényeinken nagyon-nagyon sokan jelennek meg, és azt látjuk, hogyha olyan színháztermi előadás van, ami vidám, akkor nagyon boldogan, mosolyogva távoznak a látogatók. Ha egy picit olyan színházi előadás van, ami elgondolkodtató, akkor valóban úgy élik meg az itt létet, hogy valami pluszt adtunk az ő életüknek. Szóval nekünk a legnagyobb elismerés mindenféleképpen az, hogy azok, akik használják a tereinket, ellátogatnak a rendezvényeinkre, hogy azok érezzék a lehető legjobban magukat, mert mint mondtam, a mi feladatunk nem más, mint hogy egy olyan teret és egy olyan kulturális közeget biztosítani az itt élőknek, ami szebbé, kerekebbé és boldogabbá teszi az életüket. A munkát a jövőben is ilyen irányelvek mentén képzelik, otthont nyújtva a város kisebb-nagyobb közösségeinek, rohanó világunkban nem elfeledkezve arról, hogy a közművelődésnek még napjainkban is kiemelkedő szerepe van. A közösségi művelődés az, ami most egyre fontosabb szereppel bír. Gondoljunk csak bele, hogy a mai világ az borzasztóan fölgyorsult. A régi hagyományos közösségek, a családok is már nem úgy működnek, mint az elmúlt évtizedekben. Tehát kellenek olyan helyek, kellenek olyan intézmények, amelyek ezt a közösségi életet tudják segíteni, a közösségi létnek teret tudnak adni, agórája tud lenni a város közösségének maga ez a József Attila Művelődési Központ, meg maga az előtte lévő tér. Tehát soha ilyen fontos nem volt véleményünk szerint a kultúra, a közművelődés, a közösségi művelődés, mint napjainkban, hiszen
mi tudunk egy picit összetartójai lenni, kovácsai lenni tulajdonképpen a városi közösségnek, mert hát nálunk lehet találkozni, itt vannak a nagy események. És hát azt mondom, hogy egy évben a József Attila Művelődési Központban több esemény van, mint amennyi nap a naptári évben, tehát a 365, akkor azért nagyon jól mutatja, hogy ez nem csak egy hely, ahová be lehet jönni, hanem ez egy olyan közösségi teret biztosító intézmény, ahol a kultúra szinte valamennyi ágával lehet találkozni, és hát mivel a rendezvényeink látogatottak, ezért vélhetően a közösségi igények és a mi elképzeléseink nagyon jól találkoznak.